Tordján József miniszter távollétében a földművelésügyi tárca nevében Szabadi Béla politikai államtitkár mondott köszönetet ezévi agrárdiplomáciai tevékenységükért azoknak a nagyköveteknek, akik a világ minden táján képviselik a magyar érdekeket. Mostanra már megmutatkoznak az agrárdiplomáciai offenzíva eredményei, mondta Szabadi Béla megemlítve, hogy az év első 5 hónapjában jelentősen nőtt a kivitel, Dél-Koreában például 3-szorosára. Nem a magyar termékeknek a kiváló minősége az akadálya annak, hogy ezek elterjedjenek, hanem a termékeink viszonylag alacsony ismertsége. Ezen a tárca agrármarketing intézményének kell változtatnia, hangoztatta Szabadi Béla hozzátéve. A jövőben a minőség folyamatos javítása mellett növelni kell a mezőgazdasági termelés teljesítményét is. Köszöntöm nézőinket, önök az Agrárvilágot látják a mezőgazdaság és a vidék híreivel. Szabadi Béla, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára a Budapesti Mezőgazdasági Múzeumban köszönte meg a külföldön szolgáló magyar nagyköveteknek azt a segítséget, amelyet a hazai élelmiszerek külföldi népszerűsítéséért tesznek. A külföldön szolgálatot teljesítő magyar nagyköveteknek adott fogadást a Mezőgazdasági Múzeumban dr. Szabadi Béla. Az államtitkár köszönetet mondott a segítségért, amelyet a nagykövetek nyújtanak a hazai élelmiszerek külföldön való népszerűsítésében. Azt is hangsúlyozta, hogy a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vezetőinek utazásai egyre több konkrét eredményt hoznak. Ennek tulajdonítjuk ugyanis azt, hogy az év első 5 hónapjában 7%-kal nőtt az a magyar agrárkivitel értéke, és ezen belül különösen dinamikusan a Dél-Kelet-Ázsiába irányuló magyar agrárexport. Vannak olyan országok, ahol ennek az értéke a múlt évhez viszonyítva megháromszorozódott, például Dél-Korea esetében. Japánban sikerült elérnünk azt, hogy a közép-kelet-európai térségből egyedül Magyarországról fogadják a nyers húst. Bercsényi László, az AMC ügyvezető igazgatója a hazai borok külföldi sikereit méltatta. A magyar borágazat egy robbanásszerű fejlődésen ment át az utóbbi időben, hiszen a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium kiemelten támogatta az ágazatot. Ez meglátszik abban, hogy nagyon sok borunk aranyérmes nemzetközi szinten, nemzetközi versenyeken nyernek. És örülök annak, hogy ezen a mai nagyköveti találkozón a nagyköveteink is kóstolták ezeket a borokat, hiszen az ő segítségükre szükség van a tekintetben, hogy a külpiacokon a magyar borok minél nagyobb sikereket érjenek el, nem csak minőségben természetesen, hanem az értékesítés területén is. A diplomaták magyar borokkal kínálták külföldi vendégeiket, amely önmagában is jó reklám.